másikat. Sziasztok, Mocs. Nem vagyok is a QFBI, és igazából nem lehet hallani át is. Nem tudom, halljátok. Lehet, hogy nektek is volt olyan tanáratok általános vagy középiskolában, aki nem ordibált, nem csapkodta az asztalt, hanem egyszerűen elkezdett halkabban beszélni, és akkor mindenki hegyezte a fülét, és odafigyeltek rá, és működik ez a stratégia. Ez a stratégia nem csak az embereknél működik, hanem egy kedvenc idézetem a Kali Linuxból. Minél halkabb beszél, annál többet hallasz a világból. Ez igaz a rádiomotor kommunikációban is, főleg a QRP kommunikációban, ami egy alacsony teljesítményű, kis teljesítményű kommunikációt jelent. Hogyan ez az előadásomhoz? Ugye a QRP Shield, ez egy Raspberry, az a MANA PC, ez egy adó modul, és a fő protokoll, amire kifejlesztettem, az a Whisper. Jelenleg ez a legmenőbb rádiomotor QRP mod, és Whisper az a suttogás, tehát most már így összeállt mindenkinek a kép, remélem. Ez egy ultrakeskeny sávszélességű protokoll, 5,9 Hz sávszélességű 4 FSK modulációt használ, mínusz 25 dBm jelzaj viszonylag lemegy, tehát igen, a zaj alól a semmiből kaparja elő a jelet. Igen. Itt maga a Shield, látható alatta egy MANA PC, egy Raspberry 2. A Shield az... Van lézerem is. A Shield az ez lenne. Közben itt elgáncsolom magam. Itt jön be a jel, az RF jel a Raspberry-ről, itt történik egy sávszűrés, itt egy erősítés, itt egy alulátteresztés, és itt megy ki az antennára a jel. Miért van erre szükség? Ez egy RF jel kondicionálás, mert a Raspberry alapvetően egy nagyon csúnya RF jelet szolgáltat. Ez gyakorlatilag ez egy hack, ez nem létezett, ezt a rádiomotorok és a lelkes hackerek találták ki, hogy egy óraelgenerátort erre is lehet használni. És ezért kell hozzá egy szűrés, hogy a kultúrát jelet sugárzunk a spektrumba. A Whisper az egy Propagation Path Probing protokoll, azaz egy leginkább rövid hullámú sávra kifejlesztett hatótáv vagy tesztelő, magyarul nem is tudom, hogy kéne lefordítani. Gyakorlatilag van egy adót, valahol van egy vevődés, hogyha összeköttetés létrejött, akkor a supportról az internetre. Ezt a whispernet.org-on tudjátok megnézni, ehhez készítettek egy egész jó ekoszisztemet, ami szerintem a sikernek volt a garanciája. Van hozzá egy térkép, egy adatbázis, statisztikákat tudtok megnézni, van egy fórum és letöltések. Ezek valós mérések, az én Shield-emmel készült, gyakorlatilag egy kerti kötöző madzagot húztam ki, amit nevezhetjük random wire-nek, azaz egy véletlen antenna. Nincs túl szofisztikálva, egész Európából jöttek visszajelzések pár órán belül, ez a 20 méteres sáv. A 10 méteres sávban itt sokkal kevesebb összeköttetés volt, mint látjátok, viszont ez sokkal izgalmasabb. A legizgalmasabb az egy PCI rádiomotor tőlem 20 km-re volt, ami nem annyira izgalmas, hogy Madagaszkár mellett az a kis sziget. Ez volt a másik, aki vette a jelmet. Ez 20 dBm, 100 milliwatt, ahogy a leírásban is szerepelt ez a töredékei mobiltelefon teljesítményének. Mindig van valami új a nap alatt, mert le is taszítottak a trónról. A GPIO 4 után most már a GPIO 18 a király, a Raspberry-n. Itt már nem csak frekvencia, hanem amplitúdó moduláció is történik, tehát miért fontos ez? SSB. Hogyha akartál venni egy SSB rádiót, az kb. 200 ezer forint újonnan, Raspberry az 7000 forint, vagy kb. Ilyen nagyságrendű, tehát ez egy nagyon cool dolog, ezt így tudatom próbálni egyedül. Gondolom, hogy nem mindenki rádiomotor, ezért készültem egy érdekességgel a többiek számára is. Ez a PFM RDS, ami egy sztereó, jó minőségű FM adást sugároz az FM sávban, és RDS kódot is berak mellé. Ezt itt tudjátok kipróbálni, majd Raspberry-tek. Légy szíves, tanakjatok rá antennát, mert az illegális. Olvassátok rá a leírást. Tehát tényleg itt szemkívül vezetettem, próbáljátok ki. Nyilván itt teszi mindenki, itt láthatjátok, hogy működik, és ez a készítőnek az oldaláról származik. Köszöntet szeretném a Reszler Andris barátomnak, aki az sdr.hu üzemeltetője, ő segített portolni a Raspberry 2-re a kódot, és előad nem sokára, vagy hát pár hónap múlva az Open WebRX-ről. Illetve James Perro lesz, aki civilben rádiomatőr, a szakmában pedig a Google-nél dolgozik. Sokat segített nekünk a Whisper-i kód faragásában és portolásában.
És az előadásomat itt meg tudjátok nézni, hogyha az apró betűs részt nem olvastátok el. Köszönöm szépen! Igen? Ha rakok rá, nagyjából milyen idő alatt fogja fel az ajtót? Ja, az FM-re gondolsz? Lehetne ez is egy shieldet vagy egy szűrőt tervezni, meg tudsz is egyébként venni netről olcsón, valószínűleg. Lehet venni, tehát van országa válogatja, van, ahol engedélyezik az ilyen kis teljesítmű FM adókat, mint amit autóban is használsz mondjuk átjátszásra a telefonról. Utána kell olvasni egy picit, nem lehetetlen, hogy működik. Azért írják ki általánosság, hogy ne használd, mert országról országra változik a szabályozás. Nem néztem utána, mert nem sugárzok a FM sávba. De meg tudjuk nézni, és valaki tényleg írjön egy e-mailt. Igen? Nem ez az a projekt az, ami valami órajelet piszkál, és emiatt aztán nem az a baj, hogy FM-et sugároz, hanem minden másban is sugároz, ott viszont nem érthető jelet, ezért gyakorlatilag árnyékol minden, ami körülötte van. Tehát az volt a kérdés, hogy egy jammet csináltunk, és mindent bezavar. Teljesen jogos a kérdés, erről szólt az előadásom, ezért csináltam ezt a shieldet, ami egy RFI kondicionálást, az a szűrést valósít meg. Alapból, ha kivezeted ezt a jelet, az nagyon csúnya spektrum, hogy zavar elég sok mindent a közelbe, de csak pár méterig egyébként. És ezt szűrni kell, valóban. Ez így van. Tessék? Most már többféle projekt van, az FM, a PFM, RDS volt az atya, az összes ilyen hogyan generáljunk frekvenciát a Raspberry-vel a projektnek, és egyre több születik, ugye most egy másik generátort fedeztek föl benne, nem kizárta lesz még következő is, ez a Broadcom chipre alapul egyébként. Igen? Mert ott nem tudom. Igen, hogy végülis tehát ezen a távon, ami kommunikációt sikerült létrehozottak, ez egyfajta kétirányú kommunikáció, vagy itt arról van szó, hogy egy fingert sikerült értelmezni egy messzi helyről, és... Nagyon jó kérdés, hogy kétirányú kommunikációról van szó. Alapvetően az, amit én most bemutattam, az egyirányú, tehát a Raspberry ad, és egy másik helyen veszik. A Restaurant is barátom nem még kifejlett, vagy hát integrált olyan megoldásokat, amivel kétirányú kommunikáció is lehetséges, úgyhogy az is folyamatban van. Ilyen távra sem ilyen legyen. Akár lehet használni majd ehhez is, igen. Annyit kell tudni erről, hogy ez nem hagyományos módon az, hogy elküldesz egy üzenetet és csetelsz valakivel. Egyrészt nagyon lassú, másfél bód sebessége. Harmadrészt ez inkább beaconnek hívják, tehát ez egy ilyen üzenetküldő dolog, automatizált, inkább machine-to-machine communication-nek nevezném. A lokációt, azt a rádiójel alapján töltött, vagy ez csak egy azonosított külföld? Itt, amikor felkonfigurálod a Whispert, elküldöd a hívójelet, a lokátorodat, a teljesítményt, amivel adsz, és a nyilván bájtod a frekvenciát, és akkor ez a payload, 50 bájtot küldesz el ezekkel. És aki veszi... Lehetett épp a szomszédban is csak beírta azt a geokódot? Aki dekódolja a kódot, és helyesen dekódolja, az feltölti az eredményt internetre, a CDX spotnak. Nagyjából, és akkor azt tudod megkeresni az adatbázisba. Robi jelentkezett elő. Én már közben megtudtam. Igen. Azt elmondtam, hogy mennyibe kerül egy Raspberry, amit mindenkinek lesz a fiókjával, legalább kettő. Mennyibe kerül a te shieldet? Ez nagyon jó kérdés. Az én shieldem igazából nem az én shieldem, ezt a Taper fogja forgalmazni. Ez egy amerikai rádió amatőr klub, aki elég éreljen az ilyen digitális technológiák, de ők arolta fel. Ez tőlük fog függeni, hogy milyen árazással fogják árulni Amerikában, és lehet, hogy Európában más áron fog futni, ha fog. Jelenleg még a tömeggyártásról készítése folyik. Tólik, nagyságrendileg maximum 30 dollár szerintem. És neked mennyibe kellett megcsinálni? Nekem mérnökórákat kellett elégetnem. Alkatrész, hát egy nyelvgyártás mondjuk 4000 forint, ha 4-5000 forint. Hogyha a Kínába gyártatod le, összeszerelni én szerelem össze a prototípus nyilván, de mindig az a legdrágább. Minél nagyobb mennyiségben gyártasz, annál olcsóbb lesz. Igen? Robi, azt mondtad, hogy ez egy 200.000 forintos rádióhoz képest mennyivel olcsóbb, de ugye ez kiküldeni ennyivel olcsóbb. Tulajdonképpen mennyire drága eszköznek kell lenni ahhoz, hogy az
fogadja. Igen, tehát a kérdés, hogy, hogy kiküldeni olcsó, Raspberry-vel fogadni mennyire, mennyibe kerül. Hát körülbelül 10 dollárba kerül fogadni. Ha. Ez a RTL SDR dongle-t lehet hozzá használni például. És az már eléggé, egy olyan ahhoz, hogy egy ilyen távolról jövő, ilyen gyenge jelet fogjon. Hát lehet, hogy nem lesz olyan csúcs teljesítményű, mint egy drága rádió, de próbálkozni már lehet vele is, és lehet, hogy sikert is érsz vele. Tehát nem lesz olyan érzékenysége mondjuk. Ha jobbat akarsz, akkor Hacker F1-t ajánlom egyébként. Az RTL SDR-nek kicsit jobb, nyilván drágább is. Milyen? A Hacker F1. Ez a Great Scott Gadgets oldalon található. Akkor aki fotó, ő megmondja, hogy mivel jeleszközel hallotta meg a jelet. Az eszköz azt nem általában, hát a fórumon ki tudod deríteni, de úgy nincs benne a payloadba, azt mondja meg, hogy milyen jelzaj viszonnyal vette az adásodat. Az egy fontos infó, ugye, mert abból tudod, hogy a csatorna, amit bekarakterizáltál, úgymond, az milyen csillapítással rendelkezett. Jó, köszönöm szépen!